9 újpesti általános iskola csapata mérte össze tudását. Az Újpesti Helytörténeti Alapítvány helytörténeti vetélkedőjén november 27-én. Vendégem a győztes csapat, vagyis a győztes csapat tagjai, Cserhalmi Etter Dóra, Drexler Márton és felkészítő tanárunk Antos Gábor. Szervusztok, köszöntelek benneteket, és természetesen mindenek előtt gratulálok a győzelemhez. Köszönjük. Köszönjük. Tanár úr, téged ugyanebben a titulusban nem először fogadlak itt, hiszen múltkor egy győztes csapat vezéreként ültél itt szintén, akkor egy ilyen lengyel-magyar történelmi vetélkedőt nyertetek meg. Ez egy tanárnak külön öröm lehet. Biztos jó, hogyha a diákja ötös témazárót ír, de ez meg azt jelenti, hogy érdeklődők, és hát némi plusz munkát is hajlandóak befektetni a dolgokba. Igen, tehát a ötös témazáró persze az mindig öröm, nem csak a tanárnak, hanem a diáknak is. Pláne. A verseny ez egy más kihívás, mint egy dolgozatot megírni. Tehát itt más képességekre van szükség, és tanárnak is más képességekre kell helyezni a fejlesztést, mint egy órai munkánál, vagy egy témazáró dolgozatnál, ahogy mondtad. Hát először is ugye beszéltünk arról, hogy ugye 5 fős volt a csapat, tehát kik jól kell összeválogatni a feladatokhoz mérten a csapatot. Hát nyilván, amikor egy versenykiírással szembesülünk, akkor mindig az emberek az első gondolata az, hogy akkor a legjobbakat viszem. És akkor, hogyha ez nem egy egyéni verseny, hanem egy csapatverseny, akkor utána az ember szépen lassan átgondolja azt, hogy hogyan is kéne összerakni azt a csapatot. Uh-huh. Milyen feladatok lehetnek. Ki az a diák, akinek az egyes feladatokhoz nagyobb affinitása van, még ha nem is ő a legkitűnőbb tanuló az osztályban, de akkor is őt fogjuk elvinni, mert ahhoz a feladathoz ő kell. Uh-huh. És aztán persze, amikor összeáll a csapat a különböző válogatási szempontok mérlegelése után, akkor ők már egymást is inspirálják, és nem csak a tanár inspirálja őket. Ez kicsit ilyen kényszerített válogatás volt, vagy ti jelentkeztetek erre, Dóra? Én például szívesen vállaltam, mert olyan dolgokat is megtudtam, amit eddig még egyáltalán nem gondoltam volna, és majd esetleg, ha a szüleimmel sétálok, akkor elmesélhetem az épületek történetét, vagy az emléktábrákról. Fontos az ilyen plusz munkat? Kicsit színesíti a tananyagot, meg eleve a tanulási módszert? Egyrészt az, hogy csapatban dolgoztuk együtt, vagy van valami cél, hogy hát mégiscsak a győzelem a fontos, nézzük jobban, nézzük bárról. Igen, én is szeretek versenyekre járni, meg érdekel a lakóhelyemnek a történelme. Jó értelemben vett lokálpatriótákat nevelhet egy kicsit egy ilyen verseny? Természetesen. Hát, bocsánat, de én vagyok a legjobb példa, mert az első felsős tagozatosoknak megrendezett helytörténeti vetélkedőn én is részt vettem még annak idején 7. osztályos tanulóként, és most már ez a jó néhány ilyen 6. helytörténeti verseny, amire csapatot készítek fel. Uh-huh. Nehéz volt a verseny egyébként? Voltak elég színvonalas feladatok, nekem a prezentációk azok nagyon tetszettek. Volt olyan feladat, amit nem tudtunk annyira sikeresen megoldani, de végül ezek szerint ez is sikerült. Ugye Halasi Olivér élete volt a középpontban. Akkor róla most mindent tudtok, tehát teljesen beleástátok magatokat, ha jól tudom, akkor a ti prezentációtokat azt te adtad elő. Igen, eleinte nagyon izgultam, de aztán tanár úr megnyugtatott. Nem tudunk mindent Halasi Olivérről, csak úgy nagy vonalakban. Tehát. Aha. De mitől volt ő fontos ember Újpesten? Hogy azért én is meg tudjak valamit. Hát híres olimpikon volt, híres eredményei vannak a vízilabda és úszás sportágokban. Én, de ezen túl azért van valami szimbolikája is az ő személyiségének Újpesten. Hát az egész élete gyakorlatilag Újpesthez kötődik, aha, és nem csak a sportpályafutása, és nem csak a sportolói karrierje az, ami példát adhat, hanem az, hogy egy baleset után, amiben elvesztette a lábát, föl tudott állni, tudott egy új életcélt találni magának, sportágat tudott váltani, és még így is olimpiai bajnok tudott lenni, holott akkor még ugye paralimpiát nem is rendeztek, tehát ő az egészségesek között nyerte a címeit. Illetve az is példamutató lehet, hogy a sportolói pályafutása mellett végig dolgozott, például az akkori ugye, önkormányzat szolgálatában is állt. Ez a küzdés maga. Így van. Tipikus esete. Most nézze, puskázok, hogy volt olyan feladat is, amelyben régi képeslapokat vetítettek nektek, és föl kellett ismerni, melyik volt az Árpád úton. Ez volt igen, ez így volt. Hogy készültetek egy kicsit, vagy nem csak erre a feladatra, hanem hogy készültetek az egész versenyre? Hát a térkép az egy külön téma volt a felkészülésben. Igen. Mert azt, hát... Tehát Újpesten nem tévedtek el most már soha többet. Hát azért ez sem. Hát nem azért.
Tehát térkép, jelentős helyek. Tehát a felkészüléshez azért meg voltak jelölve segédanyagok. Tehát azok a helytörténettel foglalkozó könyvek, amelyekben nem csak szöveg van, hanem, hogy mondtad, képek, vagy régi térképek is előfordulnak. Uh-huh. És természetesen ezeket felosztottuk a képességetek megfelelően, tehát aki vizuális típus, az kapta a térképet meg a képeket, aki inkább a saját magára adott vonatkozó tanulási jegyek alapján, az meg inkább a szövegeket kapta meg, és az alapján tudták ők ezt elsajátítani. Tehát nem látták ezeket a képeket korábban is, tehát nem akkor látták először. Értem. De ez egyébként ez egy szimpatikus vonal, hogy egy tanárnak nyilván tudnia kell a tényanyagot, meg hogy miről készíti fel a diákokat, de szerintem akkor még fontosabb, hogy a diákjait mennyire ismeri. Persze. Tehát ez egy csapatverseny, meg különösen fontos, hogy ki alkalmas egyáltalán egy ilyen szituációban hozni a maximális teljesítményt. Belületek ez, mert te mondtad, hogy izgultál, de aztán a tanár úr feloldotta ezt az izgalmat. Belületek az ilyen helyzet, az jó teljesítményt hoz ki? Jó teljesítményre sarkal? Hát a prezentáció előadása előtt, akik a szöveget mondták a prezentációnál, őket előtte elküldték egy külön terembe, hogy ne halljuk egymás munkáját. Hát ott benne a teremben egyre csak ismételgettem magamban a szöveget, aztán végül mégis egy egész bekezdést kihagytam az előadásnál, úgyhogy... Hát de így sikerült. De miért nem lehetett puskázni? Tehát ez a... Hát a többi csapat, ők a nagy részben felolvasták a mondandójukat. Jó, hogy nálatok azért ez is egy plusz, hát volt, hogy egy tudós ember az úgy prezentáljon, hogy fejből. Egy prezentációnál azért nyilván, hogy ők még azért 14 évesek, de azért elvárható az, hogy egy rövidebb szöveget, ha nem is szóról szóra, de legalábbis a lényegét azért tudjuk memorizálni. Igen. Hiszen azzal tiszteljük meg a közönséget, illetve a zsűrit, hogy ezeket az információk azért fejben mondjuk el. Ezt sok politikus hallgathatná például ezt a beszélgetést. Milyenek voltak a villámkérdések, Dóra, nehezebb? Volt, ami nehéz, de szerencsére nem olyanokat kaptunk, úgyhogy igazából sikeresen tudtunk rájuk válaszolni. Volt, hogy a Marci segített nekünk, volt, hogy másik csapattársunk válaszolt. Összeszokott ez a csapat a verseny végére, ez az ötös fogat? Szerintem jól sikerült, összeszoktunk, meg hát már 8 éve járunk együtt. Most már egy iskolába, úgyhogy ismertük is egymást, és azért ez jó volt. Marci? Igen, csatlakoznék az előttem szólóhoz, szerintem is. Nekem is ez a véleményem. Ez azt jelenti, ez a győzelem, hogy jövőre ti rendezitek meg a helytörténeti vetélkedőt? A helytörténeti vetélkedőt az úgy írja ki mindig a helytörténeti alapítvány, hogy az egyik évben középiskolák számára, és a következő évben általános iskolák számára, tehát majd két év múlva fogjuk mi rendezni. Igen, de hát akkor ez is egy ilyen dicsőség, hogy akkor... Ez is egy dicsőség, és ez is egy feladat, ami megint csak más képességeket kíván meg. De mivel 4 évvel ezelőtt is mi nyertük, ezért 2 évvel ezelőtt is mi rendeztük az általános, tehát azért ebben is van már tapasztalatunk. Mm. 14 évesen ezt nem kell feltétlenül tudni, hiszen én sem tudtam, de ti tudjátok-e már, vagy sejtitek-e, hogy fogtok-e foglalkozni történelemmel a közeljövőbe, vagy ha nagyok lesztek, mik lesztek? Nekem például tetszik, és a verseny után tényleg elgondolkodtam ezen, hogy ezen a pályán megyek tovább. Hát én azért nem így, szeretem a történelmet, de azért... Vannak más tantárgyak, amiket én jobban bejöttek nekem azok a tantárgyak. Nehéz ez a választás azért. 14 évesen igen. De 18 évesen is nehéz. De még 18 évesen is, sőt én nagyon sokszor találkozok olyannal, akár a saját családomban is, hogy ilyen 50-60 éves emberek, akik egyébként nem történészként élték le az életüket, hanem mérnökként és egyéb más területeken dolgoztak, és most döbbennek rá arra, hogy mennyire fontos a történelem, és most kezdik el igazából belevetni magukat, és akár a saját családnak a múltjába, akár a világ vagy a magyar történelembe kezdenek el kutakodni. Azt meg nem kell magyarázni, milyen fontos az, hogy ismerjük azt a helyet, ahol élünk, nem? Természetes, igazából szerintem. Legyen ez a végszó, gratulok nektek még egyszer, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.